Megszépül a téglagyári tanösvény, felújítják a kilátót, kicserélik az információs táblákat, rendbe teszik a padokat a nyári szezon előtt. Rekord részvétel az agrárkamarai választáson. Csak nem kétszer annyian voksoltak idén, mint 5 évvel ezelőtt. Rímekbe szedett kamaszkori problémák. Egy vásárhelyi tini az ország harmadik legjobb versírója. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök a Híradót látják, Kozó Attila vagyok. A téglagyári tanösvény felújításán dolgoznak a Hódmezővásárhelyi működtető és szolgáltató cég szakemberei. A füvet már lenyírták a teljes zöldövezetben, most a kilátó és a stég faszerkezetét teszik rendbe és festik újra. A megfakult és sérült információs táblák helyreállítása is folyamatban van, de a padokat és az asztalokat is renoválják a munkások a nyári szünet előtt. Csiszolják a stégfa elemeit a HMS ZRT szakemberei a téglagyári tanösvényen. Több helyen már az új tartóelemek is jól látszanak. A felújítási munkák pénteken kezdődtek meg a zöldövezetben, ahol az összes kültéri bútort és építményt felújítják még a nyári szünet előtt. A fűvágás az már megtörtént első alkalommal. Idén törekszünk arra, hogy ez rendszeres legyen és használható legyen, valamint felújítjuk a faeszközöket, az asztalokat, padokat, a táblák felújítás és festése is megtörténik. Itt mögöttem épp a stéget kezelik. Madaraktól hangos a tanösvény, ahol a legjobb panorámát a kilátóról kapjuk. Ez az épület is karbantartást igényel, így a következő napokban a korhat elemeit cserélni fogják, és egy új festékréteget is kap majd. Itt folyamatosan dolgoznak a festőink, valamint bent a telephelyen azokat a fa elemeket csiszolják, vágják, és készítik elő, amit aztán majd kihoznak ide, tehát ugye az elkorhat elemeket is. 2 asztalos és 4 festő dolgozik folyamatosan itt ezen a területen. A munkák megkezdésekor leszerelték a tanösvény összes információs tábláját, hogy elszállítsák és felújítsák azokat. A téglagyári kubikgödröknél még 2 hétig dolgoznak a munkások, hogy utána egy teljesen megújult környezetbe térhessenek vissza a látogatók. Elindult az Együtt egy zöldebb városért közösségi oldal, ahol nyomon követhetik Hódmezővásárhely zöld területeinek gondozását. Informálódhatnak az elvégzett munkákról, mint például arról, hogy hétfőn a Kaszap utca, Somogyi domb, Népkerti játszótér, Kincses temető, Dobó Katalin utca környezetében nyírták le a füvet. Nyomon követhetik, hogy éppen mely városrészben zajlik virágtelepítés vagy más városszépítő munka. De a lakosság észrevételeire is számítanak, amit üzenetben juttathatnak el az önkormányzathoz. 79 ezeren voksoltak pénteken a magyar agrárkamarai választásokon, a részvétel közel 2-szer akkora volt, mint 2017-ben. Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta, a 18,5%-os részvétel az Európai Unióban szinte egyedülállóan magasnak számít, pedig nagyobb felhatalmazást kaptak így hatékonyabban tudják a gazdák érdekeit érvényesíteni a parlamentben is. Rekord részvétellel zárultak a 2022-es agrárkamarai választások. A szervezetnek országosan hozzávetőleg 400 ezer tagja van, közülük pénteken 79 ezeren járultak az urnákhoz. Csongrád-Csanád megyében az országos átlag felett volt a részvétel, 5600-an voksoltak érdekképviseletükre. Demokratikus úton szavaznak vagy választanak meg ebben az esetben érdekképviseletet a magyar gazdák esetében, és egyébként nem csak a magyar gazdák, hanem természetesen az élelmiszerfeldolgozás, az élelmiszer alapanyagtermelés, az állattartók és a mezőgazdászok esetében. Nyilván a kamarai választásokon egy jelölő szervezet indult, a MAGOSZ, aki összefogott 17 szakmaközi szervezettel, tehát teljes mértékben lefogja az agrárium minden egyes képviselőjét és érintettjét. A szervezet megyei elnöke szerint a magas részvétellel hatékonyabban tudják érdekeiket érvényesíteni az agrárium szereplői, akár a törvényhozásban, akár a parlamentben. Akár az üzemanyagár kérdés, ami most természetesen még hatósági árral lehet tankolni a mezőgazdasági gépjárművet. Ez is egy nagyon nagy sikerünk volt, hogy ma Magyarországon a traktort, és majd egyébként nem olyan sokára a kombányokat is, a mezőgazdasági gépeket, vagy akár az állatszállító kisebb gépjárműveket hatósági áron, tehát 480 forinttal lehet tankolni.
Szél István szerint a következő időszak egyik legfontosabb megoldandó problémája az öntözés kérdése, hogy minél több mezőgazdasági területet tudjanak vízzel ellátni, de a munkaerő hiány ellen is fel fognak lépni a megválasztott kamarai tagok. Hétvégén is érvényesíthetik a lejárt személyi okmányokat az állampolgárok. Május 28-ától június 30-áig vidéken mintegy 120 kijelölt kormányablakban fogadják az ügyfeleket, szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között, pünkösd vasárnap kivételével. Ezeken a hétvégéken kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél cseréjét lehet intézni a megyében 7 helyszínen, többek között a Hódmezővásárhelyi járási hivatalban is. 558 diák, közel 2500 műve vett részt a 25. alkalommal megrendezett országos Író-Deák vers- és novellaíró pályázaton, amelynek folyamatosságáról a Szent István Általános Iskola gondoskodik. Ebben az évben új helyszínen, az Időspirál élményközpontban várták a szervezők a kategóriák legjobbjait, a szakmai zsűri előtt 20-an mérettették meg magukat. A döntőben Kokovai Karinak képviselte egyedül Hódmezővásárhelyt, aki a 10 és 14 éves versírók között a harmadik lett. És akkor Nikolasznak hirtelen bevillant egy emlék. Egy emlék, mert hosszú idő óta most emlékezett először. 20 általános és középiskolás novella és versíró jutott tovább a Szent István Általános Iskola Író-Deák pályázatának döntőjébe. Az intézmény megszakítás nélkül immár 25. alkalommal rendezte meg ezt a versenyt úgy, hogy a résztvevők most is bátran elengedhették fantáziájukat, semmiféle tematika nem kötötte őket. Most 558 pályázó, közel 2500 pályaművét olvasta a szakértő zsűri. Úgyhogy nagyon köszönöm itt is a munkájukat, mert nem kis feladat volt. A pályaműveket előválogatás után leszűkítették kategóriánként 20-20 darabra, és végül ennek a sorrendbe helyezéséből alakult ki az a 5-5 pályázó kategóriánként, akik most itt vannak velünk. A zsűriben helyet foglalt a vásárhelyi Simon Ferenc mesterpedagógus és Cserjés Katalin nyugalmazott egyetemi docens is, ahogyan a szegedi Kelemen Zoltán is évek óta figyelemmel kíséri a fiatalok írói szánypróbálgatását. Egyáltalán nincsenek azok a súlyos nyelvtani hibák, amik mondjuk ennél a generációnál megfigyelhetők egyébként mondjuk az oktatásban. Tehát itt olyan emberek, olyan fiatalok vesznek a kezükbe tollad, vagy ülnek a klaviatúra elé, akik már azért a magyar nyelvtannal olyan szinten tisztában vannak, hogy nem kell már velük ilyen szempontból nekünk birkózni. A döntőbe az egész Kárpát-medencéből egyedüli vásárhelyiként Kokovai Karinát repítette tehetsége, aki a 10 és 14 évesek kategóriájában a kamaszkor problémáit szedte rímekbe. Megmutattam a magyar tanáromnak egy pár versemet, és akkor ő buzdított arra, hogy ezt mégiscsak be kéne küldeni egy versenyre, mert van jelentősége, és ez mond valamit, és tényleg, hogy van értelme. Érdemes volt a Németh László Gimnázium és Általános Iskola diákjának megmérettetni műveit, mert végül kategóriájában az ország harmadik legjobb versírója lett. Összehozni a különböző generációkat, erről szólt a hétvégi Nagyi Aréna elnevezésű programsorozat a Tájházban, ahol a népi mesterségek, a néptánc és a gasztronómia is fontos szerepet játszott. Az alapvetés az volt, hogy az idősebbek olyan tudás és tapasztalat birtokában vannak, amelyek a fiataloknak is hasznosak lehetnek, akik szintén rendelkeznek olyan ismeretekkel, amik a nagyszülőknek is jól jöhetnek. Kőketánc, kikerekítem. Népi mondókákat is lehetett tanulni szombaton a Tájházban. A Nagyi Aréna rendezvény a különböző generációk számára szolgált találkozási pontként, ahol a helyi gasztronómiának is fontos szerep jutott. A nagy tapasztalattal rendelkező Bihacsi László és csapata a táskaleves készítését vette fel a fiatalok előtt. A tésztája az ismerős ilyen házi száraz tésztát, amikor mama csinálta, akkor kinyújtott és a négy sarkát így összefogta. Egyébként az új, amit láthattunk, az a paprika, hogy belerakták a zöldséget, és úgy egybe főzik meg a levébe, és utána megy bele a tészta, ez teljesen új, mert ilyet mama nem csinált otthon. A Varga család kiállítóként vett részt a hagyományőrző programon, arra mutatva jó példát, hogy eleink tudása átörökíthető apáról fiúra, illetve lányra is.
Nagyapáimtól tanultam, apai és anyai ágon is sok mindent kaptam a nagyszülőktől, a tánctudás, a zeneszeretet, a népművészet. 5 évesen kezdett el nagyapám tanítani táncolni, meg elkezdett megtanítani faragni. Varga Sándor lánya a tánc szeretetén túl a tojásfestés tudományát viszi tovább. Könnyen elérhető, van tyúk, este kiveszed alól, megeszed a tojás belsejét, aztán meg akármit csinálsz a tojás külsejével. Tehát újra hasznosítás, úgymond. A néphagyomány keretezi a fiú testvér életét is. Szerintem ez egy jó dolog, és a mai fiatalok körében ez kezd kikopóban lenni. Én is kaptam nagyon sok negatív dolgot, hogy miért csinálom, ez nekem miért éri meg, nem divatos. És én ez ellen szeretnék lázadni, hogy ez egy jó dolog, a miénk, és itt van az emberekben. A tudás átadás a vidámság és a játékosság jegyében telt ezen a rendezvényen. De az összes programelemünk erről szól, hogy egy kicsit közelítsük a generációkat, mert ez nagyon nagy probléma. Tehát a fiatalok nagyon sokszor úgy hiszik, hogy ők már mindent tudnak, és ez azért nem így van. Ez a célja a rendezvénynek, és remélem lesz folytatás is. A Nagyi Aréna program abból a kalandzóna pályázatból valósult meg, amelyre az önkormányzat közel 3,5 millió forintot nyert Európai Uniós forrásból. 10 éremmel térhetett haza a középiskolás sportolók világjátékáról Ugrai Panna. Máté Hunor tanítványa 7-szeres gimnáziumi világbajnok és 3-szoros ezüstérmes lett Franciaországban. A hódúszó ese bravúrosan teljesítő fiatal versenyzője 3 nap alatt 21 alkalommal ugrott vízbe, és egyéniben 3 arany és 3 ezüstérmet szerzett, valamint a 2 leányváltónak és a 2 mixváltónak is meghatározó tagja volt, mind a 4 váltó győzelemmel zárt. A nagyszabású rendezvényen 69 ország, mintegy 3700 sportolója 20 sportágban mérte össze tudását, ahol Ugrai 7 arany és 3 ezüstéremmel a középiskolások világmezőnyének a legeredményesebb láncsportolója lett, közölte az Egyesület. Ismét streetball tornát rendeztek a Hottói Sportcentrumban a CB Basket A2Z projektben. Az Egyenlő Esélyek Napja a Hódmezővásárhelyi Kosársuli és a Szabadkai Spartak Ifjúsági Kosárlabdaklub együttműködésében valósult meg. A több mint 1 éves programban a 2 csapat fiataljai a közös sportolás során megismerkedhettek egy másik országgal és annak kosárlabda kultúrájával is. Gyönyörű napsütéses idő fogadta azt a mintegy 150 kosarast, közülük 120 vásárhelyit, akik részt vettek a határon átnyúló IPA pályázat keretében 3. alkalommal megrendezett streetball napon. A május 31-ig tartó projektet a Vásárhelyi Kosársuli és a Spartak Szabadka együttese közösen valósította meg. Nyilván ez a projektnek a mai napja, a streetball rendezvénynek csak az egyik része, hiszen már a tegnapi napon 40 fiatal érkezett Szabadkáról, az ifjúsági kosárlabdaklubtól, a Spartak kosárlabdaklubtól. Őnekik már egy turisztikai napot szerveztünk, tegnap Szegeden vettek részt városnézésen, a legismertebb épületeket, látványosságokat megnézték, illetve látogatást tettek a Szent István téri víztoronyba is. Hamarosan pedig egy ugyanilyen streetballt rendeznek majd Szabadkán, ahova mi viszünk ki 40 fiatalt. Ezzel is próbálunk pluszt nyújtani a mi játékosainknak, hogy egy kicsit kikapcsolódásra, illetve együtt töltött időre is több lehetőségük legyen. A versenyek 3 pályán zajlottak, pontosan lefektetett szabályokkal, játékvezetéssel. 3+1-es csapatok vannak, akik 5 kategóriában játszanak, van családi kategóriánk is, ahol vannak szintén induló csapatok most. És nagy örömünkre szolgál, hogy a szabadkai partnerünk is kiállított egy csapatot, és ők pedig a felnőtt kategóriában játszanak majd. A Spartak Szabadka csapatát is képviselték gyermekek, fiúk és lányok egyaránt, valamint felnőttek is. A szerbiai csapatnak is nagyszerű lehetőség volt a több mint 1 éves projekt. A gyerekek tudnak bemutatkozni másik gyerekekkel és másik kultúrával, és kosárlabda, mindenki lát valami újat, mindenki tanul valami mást, látszik, hogy valaki játszik, és abból tanulhat. És az a tanulmány legerősebb. Egy az, amit edző tanít az egész évben, és te bepótolod, megtanulod, ez meg
látsz valami szépet, vagy valami újat, és akkor te akarod megtudni, megtanulni, és akkor mindenkinek segít. A mostani projekt tehát május 31-ig tart, ám a Vásárhelyi Kosársuli célja a továbbiakban is fenntartani az együttműködést, vagy épp az esélyegyenlőségi naphoz hasonló rendezvényeket, sporttémájú konferenciákat. Akkor is, amikor erre már nem lesz pályázati forrás. Az utolsó fordulót rendezték a női kézilabda MB2 délkeleti csoportjában. A Hódmezővásárhelyi LKC a már bronzérmes Szarvas csapatát fogadta a Balogh-Imsiben. A vendégszurkolók jóvoltából fergeteges hangulatú mérkőzésen végül egy gólos hazai siker született. HLKC Szarvas 26-25. Döcögősen indult a mérkőzés, nehezen tudták feltartóztatni a vendégcsapat fizikálisan erősebb és rutinosabb játékosait a hazaiak. Szinte végig a Szarvasnál volt az előny, de Nagy és Klemkata gólerős játékának és ezúttal is a kitűnő kapus teljesítménynek köszönhetően tapadni tudott ellenfelére a HLKC. Sőt, huszáros hajrával döntetlenre hozták az eredményt a szünetre. 15-15 volt az állás. A második félidő is a Szarvas fölényével indult. A 40. percben már 4 góllal is vezettek. Ekkor viszont óriási hajrát jutottak a lányok, amiben döntő szerepe volt a védekezés feljavulásának. Óriási izgalmak mellett előbb utolérték a vendégcsapatot, majd az 55. percben már 3 góllal vezettek Papp Mihály tanítványai. A vége 26-25 lett. Én a védekezéssel maximálisan elégedett voltam, tehát voltak olyan meccsek, ahol ötödennyit faltoltunk egy egész mérkőzés alatt. Nagyon küzdöttek a lányok és nagyon segítettek egymásnak. Támadásban voltak hibák, tehát rengeteg az zicsert hibáztunk még mindig el, de ezt védekezéssel szerintem az is tudtuk ellensúlyozni. Nagy Emese 6 góljával a csapat legeredményesebbje volt. Szerintem most a mi csapatunknál a csapategység az egy kicsit jobb volt, mint a szarvasi játékosoknál. Mi ugye utolsó meccsünk a bajnokságban, ezért próbáltunk tiszta szívvel játszani, hogy a hazai közönség is végre lásson minket jól játszani. A mérkőzés összképe alapján megérdemelten győzte le a HLKC a bronzérmes szarvasi csapatot, és ezzel a győzelemmel a tabella 7. helyén végeztek. Kedves nézőink, ezt az izgalmas kézilabda mérkőzést híradónk után teljes egészében nyomon követhetik, megnézhetik. Híradónkat látták, hírműsorral legközelebb kedden 17:30-kor jelentkezünk. Tartsanak majd akkor is velünk, viszontlátásra!